Sziasztok! Nézzünk bele a kártyákba, mit üzennek neked a kártyák? Nézzünk bele a kártyákba, mit üzennek neked a kártyák? Mit üzennek neked a kártyák? Nézzünk bele! Hát azt üzenik tényleg, hogy valami gyógyulásra van szükség még ebben a kapcsolatban. Itt van ez a nagyon-nagyon... nagy vágy, ami itt van közöttetek is, ez tényleg egy kihívás, gyógyulásra van szükség, mert nagyon hiányzik neked a drágád, és nagyon szeretnél vele egy komoly kapcsolatot, de attól félsz, hogy tényleg csalódtál ebben az egészben, itt van a csalódás, valamint azt látom itt a szerencse közöttetek, és hogy hát nem kell, hogy félj a csalódástól, hanem úgy látom, hogy lenne itten szerencse, lenne valójában meghívás is, és azt látom, hogy ez beindulna közöttetek, mert itt van rá az esély. Ó, és érzitek ezt? Érzitek? Igen, a teli holdnak már kihatása van. Igen, holnap lesz a teli hold, mint ahogy látjátok. És szóval arról van a szó tényleg, hogy ez a teli hold, hogy is fejezem ki magam, ez a teli hold, igen, a bikában lesz, és látod, az a bika erőt ad neki, és felismered a dolgokat, és azt látom, itt vannak a sérelmek szintén, és azt látom szintén, hogy dönteni kell, hogy milyen irányba is megy ez majd veled. És azt látom tényleg, hogy ki fog sütni a nap, szóval ez pozitív irányba fog ez az egész alakulni közöttetek. Szóval ezt már biztos érzed, hogy ez a teli hold egy nagyon-nagyon, igen, hogy ez a teli hold nagyon-nagyon erősen kihat rátok, igen. Nézzünk csak bele. Nézzünk csak itt bele, hogy mik is most ezek a jelenlegi energiák, hangulódjatok már a teli holdra rá. 9, 4x9-et rakunk ki, az is szintén 36, és akkor annak is az össze, ha összeadjuk 36-ot, 3 és 6 az, 3 és 6 az, 10 az 9, igen. 3 és 6 az 9, és megnézzük. Megnézzük, igen. Megnézzük, igen, hogy mit is üzennek a kártyák te neked mai napon. Hát a teli hold igen, már kihatással van, igen, a szív hercegedre is, szóval ez biztos vagyok benne, és nézd csak itt az új kezdet, ez nektek egy nagyon nagy új kezdetet fog ez a teli hold hozni, igen, és hát új kezdet, mert mindig, hogy azt mondják, hogy az új hold, az új kezdet, de teli hold, és ha elengedsz valamit, egy másik új, egy hold ciklus kezdődik, úgy látom, itt vannak tényleg a gólyák, hogy ez beindít valamit nálatok. És nézd, a szívherceg most azon gondolkodik, hogy ő teljesen hisz abba, hogy ez hűséges kapcsolat, hogy ez lojál kapcsolat, barátság is van közöttetek, arra néz, erre fordítja az összpontját, ez nagyon pozitív, nézd, itt a tudatalattába, itt a szerelem, itt a kulcs, de itt vannak még gyermek dolgok, ami még őtet terheli, a gyermekkori dolgok, ami a szívében benne van, és azt látom tényleg még, hogy hát igen, a tudatalattiába várja már tőled a levelet nyilvánosan, igen, és itt vagy te a fejében, mint ahogy látom, és te hová nézel, te szintén arra nézel, hogy szeretnél végre megérkezni otthon, és azt szeretnéd elérni, hogy nagyon jó érezed magadat. A tudatalattidban mit látok itten, hogy tudod, hogy ennek van esélye ennek az egésznek, de valamit el kell, hogy engedd. Úgy látom, hogy vannak nálad is blokkok ezzel a vonzó energiával, hogy
érzed, hogy vonzódsz hozzá lelkileg, érzed a szívhercegedet, de megijedsz néha ettől az erős vonzalmaktól. Azért, mert lehet, hogy van valami távolság közöttetek, az igen, egy az egybe úgy érzem, és úgy látom, valamint azt látom még, hogy azért van ez az egész itten rejtve. Ez ilyen rejtett állapot, úgy látom, itt van közöttetek, és mit látok még itt valójában? Azt látom, hogy nálad is gyorsan beindult ez a gyógyulás már, te dolgozol magadon, itt a honvágy itt van nálad, hogy vágysz őre, ez a vágy, hogy szeretné tényleg otthon megérkezni, hogy azt mondta, hogy igen, megvan a párom, megvan az otthonom, itt a siker, itt a szerencse, és azt látom tényleg, hogy játszik itt egy szerepet, hogy ebből egy komoly kapcsolat lesz, majd úgy látom, és azt látom tényleg, hogy hát, hogy igen, hogy te reménykedsz még ebben is, várod, hogy nagyon felismerted a dolgokat, ügyes vagy, dicsérlek, dolgozol magadon, tényleg igen, dicsérlek, de nézd a szívherceget, itt a meghívó nála. Egy kicsit segítened kell lehet neki. Be fog ez teljesülni, ismerd ezt te is fel. Fontos az, hogy te is ezt felismerjed, és úgy látom tényleg, hogy valami irányba kell, hogy itten, hogy döntést hozzál, hogy milyen irányba is indul ez közöttetek. Úgy látom, hogy itt van valójában, hogy teljesen erőt fogsz magadon venni, hogy nagyon jó érzed magadat, hogyha ő ilyen erősen irányodba jön, és döntést hoz, jó érzés vált te benned is ki, és ez a teli hold adja meg neki ezt az erőt, ő neki, mert itt vagytok mind a ketten, szóval ez az energia, és egy nagyon gyors változás fog lenni, és ez begyógyult el. Míg az univerzum is vezeti benneteket, hogy összejöjjetek, hát ez nagyon jó, de ő felismerte már a dolgok, segíts neki egy kicsikét lehet, hogy szívesen jelentkezzetek be a telihold rituálra, és kérdezzetek meg, bevonnak benneteket, és szívesen jelentkezzetek a weboldalamon, és mit látok itten még, hát nála, ő felismerte ennek az egész kapcsolatnak, hogy ebből lesz valami, igen, felismerte, és azt is, hogy dönteni kell neki, hogy megérkezzen, és azt látom, itt van még valójában, tényleg, itt van még, hogy ő még nem tudja, hogy is alakul ez majd közöttetek, de nem baj, hogyha nem tudja, az a lényeg, hogy ezt ő felismerje. Nálad a gyógyulás itt van, hű vagy, itt lesz a meghívó, itt lesz a randi, de úgy érzed még, hogy van valami hátrány még közöttetek, vagy ami ott közöttetek van, és ez még blokkolja a szerelmet. Nézd meg önmagadat, hogy mi van nálad. Szeretette önmagadat eléggé? Elfogadott-e magad önmagadat eléggé? Bátor-e vagy eléggé? Önmagaddal mersz-e dolgokat megoldani, lépni, mersz-e, tudsz-e? Ez volt a kérdésem. Remélem, itt megtaláltad magad ebben a kirakásban. Ha így volt, nagyon örülök neked, sok szeretettel búcsúzok tőletek, legyen csodaszép napotok. Sziasztok, Valéria!